1992. november 13-a péntekre esett, s bár a babona szerint ez a nap szerencsétlenséget jelent, ez mégsem tántorította el a tudományos pályáját elhagyó Scheffer Léviát attól, hogy régi dédelgetett álmát megvalósítsa, és megnyissa a galériáját a Kosztolányi Dezső téren. Azóta eltelt másfél évtized, a Parányi hegy duplájára bővült, és üde színfoltjává vált Új-Buda kulturális életének. Épp ezért a 15. évforduló kapcsán megjelent a Scheffer Galéria kiadványa 15 év, 15 művész címen. A könyvben szereplő alkotók műveit most személyesen is megtekinthetik az Új-Buda Galériában. Tulajdonképpeni rendező elv az, hogy a Scheffer Galéria legkiválóbb művészeit igyekezett Scheffer Lívia csokorba gyűjteni, és a tárlat apropója az, hogy a galéria 15 éve fennáll, és 15 művész munkáiból az önkormányzat támogatásával sikerült egy nagyon szép katalógust létrehozni. A katalógusban szereplő művészek szerepelnek kis eltéréssel itt a kiállításon. Azt festem, amit érzek igazából, valahol a valóság és a képzelet, az imádság és a realitás határán. Megkísérlem, megpróbálom a saját eszközeimmel azt a fajta korszerű vallásos művészetet művelni, amire úgy érzem a harmadik évezrednek szüksége van. Régi, ősi tanításokat, tartalmakat a mai korszerű vizuális nyelven megjeleníteni. Azt hiszem, hogy mindannyian a látásunk útján szerzünk tudomást a világról. Nekem is vannak élményeim a valóságról. Ezeket a valóságos élményeket, amelyek napsütött erdei tisztások, kirándulások, alkonyati fények, városokban felsejlő esti megvilágítások, fénylő kapuk, fénylő ablakok, napfényben fürdő tisztásokon az apró bogárkák, amelyek szinte testetlenül lebegnek. Ezek inspirálnak arra, hogy a képeimet megfessem, ahol mindig központi szereplő valamilyen fény, amifelé mi is fordulunk, amifelé mi is tartunk. Ha jól láttam, akkor egy családi kötődést is fel lehet fedezni itt az alkotások között. Ki ő, és mit mondana róla? Igen, hát egy kép előtt állunk éppen a beszélgetés közben. Kovács Gombos Dávid az én kisebbik fiam, aki szintén művészetet tanul, művészettel foglalkozik gyerekkora óta, zenél is, fest is, utóbb inkább ezt csinálja, az utóbbit, és hát keresi a saját útját, és boldog vagyok, hogy úgy látszik, hogy megtalálóban van ez a saját út, elválik a szülők útjától, és önálló piktúrát kezd teremteni. Kecskés András, aki a 11. kerületben él és dolgozik, egyik kedvenc csendéletét hozta magával. A sorozatból való, amikor csendéleti tárgyakat felnagyítottam, és akkor azoknak a részleteit festettem meg, ezzel kiemelve bizonyos fényhatásokat, illetve szerkezeti összefüggéseket. Akkor a művészetéről, hogyha néhány gondolatot mondana, tehát mi az, ami ön számára fontos, mit próbál kifejezni, és milyen eszközökkel? Tisztán festői eszközökkel próbálok kifejezni olyan dolgokat, amik ugye szavakban nehezen önthetők, de hát ha már így rá kell térni, tulajdonképpen engem a csendéleti tárgyakban az idő, illetve a térnek a megformálása érdekel, és talán ezeknek a megjelenítésével valami olyan többlet is belekerül a képekbe, amit ki a saját kreativitása szerint, vagy műveltség érzékenysége szerint befogadhat. Tehát egy kicsit több értelművé próbálom tenni azokat a témákat, amik a művészetben hagyományosan jelen vannak, tehát foglalkoztam azért tájképpel is, figuratív képekkel is, és hát ezek adják az alapját a festészetemnek.